Szeretettel köszöntök mindenkit az Arcolon Társalgó Galériából, a nappali kiterjesztett valóságából. Impressziók sorozatunkban Verebes György Honnan című kiállításában beszélgetünk a mesterrel, és Paffal Dr. Pintér András Ferenccel. Amikor elsőre nézünk körbe itt a kiállításban, a falakon kezeket és arcokat látunk. Kezeink azon testrészeink, melyekkel cselekszünk. Általuk formáljuk a minket körülvevő világot, kezeinket eszközként használjuk, hogy elérjük a céljainkat, és a kezeink teszik lehetővé számunkra, hogy alkossunk. Mondhatjuk, hogy a kezek jelentik a közvetlen kapcsolatunkat a világgal, míg az arcunk magába foglalja a szellemiséget, intellektust jelentő homlokunkat, az ösztönvilágunkra utaló álrészt és a mindennapok megélését reprezentáló arcközépet. Fontossága fejlődés lélektanilag is igazolt, egy újszülött, akinek a látása még homályos ugyan, már két naposan képes az édesanyja arcát megkülönböztetni más arcoktól, 12 napos csecsemő pedig visszatükrözik az alapérzelmekről árulkodó arc kifejezéseket. Ezek után, ha még jobban megfigyeljük a képeket, valami egésznek különleges dolog történik a vásznakon. Lehet, hogy korán sem a fotografikus ábrázolásra törekedett az alkotó. Lehet, hogy ezek nem is kezek és arcok, hanem gesztusok és szimbólumok. Kezek, arcok. E két szimbólum jelentőségét támasztja alá, hogy szinte kifogyhatatlan a kezekhez és az arcokhoz köthető nyelvi fordulatok tárháza. Akik szeretik egymást, kéz a kézben járnak. Akik még jobban szeretik, kézfogót tartanak. Egy kínai ember az arcáért harcol, míg Ákonyi szerint az arc lélek virága. A szimbólumok értelmezéseit elfogadhatjuk, de vitatkozhatunk is velük és általuk, mert valójában számtalan dologra asszociálhat az ember, ha a saját tapasztalataival, tudásaival együtt meglátni és értelmezni kezdi a mögöttes tartalmakat. Ugyanakkor a szimbólumok nem várt jelentéssel bírhatnak, és Verebes György két döbbenetesen erős, tradicionális szimbólum használatával nem kijelent, hanem kérdez. Hogy is van ez? Igen, ezt a szófordulatot én magam is szoktam használni, amikor beszélek képekről, saját képekről, mások képeiről. És én vallom azt, hogy a művész, a képzőművész, és ezen belül mondjuk maradjunk a festészetben, tehát a festő, gyakorlatilag írásjeleket mutat fel a művelni keresztül. Pontot, kettős pontot, pontos veszőt, fölkiáltó jelet, és természetesen kérdőjelet. Hogyha belegondolunk, akkor nagyon, tehát ritkaságszámban megy ma szerintem az, hogyha valaki kijelentő mondatot mer mondani, valami fontos kérdéssel kapcsolatban, anélkül, hogy hozzátennék, hogy szerintem, vagy én úgy gondolom, tehát valahogy az életünknek egy szerves része, az egészen hétköznapi megnyilvánulásoknak a szintjéig egyfajta, hogy is mondjam, egyfajta kétel, egy bizonytalanság, igazodás különféle föltételekhez, tehát egy relativizált valóságban vagyunk, ugye Einstein óta, és továbbra is fölmerül a kérdés, hogy vajon szükséges-e, hogy is mondjam, közösségi szinten tudatosan erősíteni a kultúrában és ezen belül a művészetben a művészeknek azon karakterét, akik mondjuk szívesen bemutatnak föl kérdőjelet, vagy inkább pontot szeretnének fölmutatni, vagy fölkiáltójelet. Szerintem ez mindig az egyének az alkata dönti el. Véleményem szerint, tehát nyilván a képzőművészet az általában is a korunkban nagyon szívesen dolgozik aktualitásokkal. Aki aktualitásokkal dolgozik, az általában kritikai szemmel nyúl a valósághoz, társadalmi folyamatokhoz, és fölkiáltó jeleket, kérdőjeleket rajzol, több dimenziósan megközelíthető témákat választ magának. Én nem az aktualitásoknak a gondolatiságával dolgozom, mert engem azok a szempontok érdekelnek, amik bármikor, bármilyen korban és bármilyen helyen azonosak.
olyan kérdések, amik talán banálisnak tűnnek ma már, de hát van egy Gauguin kép is, aminek az a címmel, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, hová megyünk. Nem tudom, jól idéztem, azt hiszem, hogy ez pontosan a címe a festménynek. És hát ezek nem is annyira filozofikus dolgok, de filozofikusan lehet róla beszélni, de ezek a képek, ezek megélt történetek. És ezek sugallatszerű történetek, de hát valamiféle irányított véletlen hozta őket létre. A kérdés az, hogy ahogy a véletlennek az irányítója az kicsoda. Nyilván a festés során én magam vagyok, mert használom a véletlen faktúrákat is adott esetben a festményen, de azt, hogy az hova teszem, az már én döntöm el. Tehát együtt dolgozunk a véletlennel. De az, hogy a festmények egy irányított véletlen következtében jöttek létre, az is bizonyos. És hogy az honnan származik, egy isteni sugallatból származik, mondjuk egy vallásos ember számára, ez is egy helyes megközelítés. Minden esetre a történet, ami ezeket a képeket létrehozta, az egy, nem egy tudatos, átgondolt koncepciónak az eredménye, az egy sugallatszerű történet volt, és aztán a festmény sorozatnak a kiállítása az már valóban tudatos volt. Köszönöm szépen! Ezek szerint akkor alapvetően mentális folyamatokat láthatunk a képeken, egy-egy kiragadott pillanatot, valamiféle érkezést. Igen, igen. Tehát ezek karizmatikus pillanatok nyilvánvalóan. Ugye tudjuk, hogy a dinamikus mozgásoknak az ábrázolását is úgy lehet legjobban érzékeltetni, hogyha a mozdulatnak a kilendülésének a holdpontján rögzítjük a képet. Tehát ezért mondjuk sokkal kifejezőbb például egy lovai lábait kinyújtva tartó vágtázó ló, mint amilyen az Epsomi Derby festménye Theodor Jerichónak, mondjuk egy valódi, rögzített pillanatot ábrázoló fotóhoz képest, ahol a lónak a lábai valós pózban vannak ugyan, de sokkal kevésbé fejezik ki a ló suhanásának, vagy vágtájának a dinamikáját. Tehát ezek tényleg volt. Pap, téged kérdeznek most, és festőként, nem tudósként inkább, ugye te is kifejezetten, amit téged a folyamatok érdekelnek, téged az anyagi folyamatok érdekelnek. Milyen érzés itt ebben a térben lenni, ahol mentális folyamatoknak egy-egy érkezése van a képeken? Mint nálad meg az anyagok érkező pillanatai jelennek meg a képeken? Igen, hát én... Nyilván egész más szemmel nézel rá, mint mondjuk mi. Én alapvetően nagyon sok minden felmerül bennem, amikor hallgattalak most az előbb téged, mester. Ugye, ami az egyik, ami nagyon megfogott, például abban, amit megosztottál velünk, az az, ahogy spontaneitását taglaltad az alkotási folyamatnak, aminek, hogy mennyire tudatos és mennyire lélekből vagy egy sugallatból fakadó ez az egész. Én azért úgy gondolom, hogy biztos vagyok benne, hogy tehát, hogy benned is bármennyire egy sugallatból indul el, te is fogalmaztál egyébként, hogy azért az alapvetően bármennyire egy gesztus, egy ecsetvonás spontaneitását tekintve az attól tud igazán jól spontánul működni, hogy az 100%-osan tudatosan van felépítve és megépítve és átgondolva. Ez olyan, mint amikor teljesen megtervezel valamit, és felkészülsz valamire, és mégis a közönségnek meg úgy tűnik, hogy ez egy ebben a pillanatban kitalált valami. Amögött ott van az eddigi életpályád és minden egyéb. De hogy visszatérek a kérdés valós voltára, ugye az anyagra és a matériára, és én hogy viszonyulok a művekhez, a műveidhez, ugye a megnyitó szövegemben is erre utaltam, hogy én mindig először valahogy, itt van egy festmény, és mindig megfognám, és megnézném, mire készült, milyen hordozóra, milyen anyaggal, milyen a telítettsége, a fakturalitása, mi látható a vászon? Látható-e a vászon? Vászon van-e? Mit sugallnak a léjerek? Ugye az egymásra rakott rétegek, és azok
mögött, tehát mi van a mögött, amit látunk, vagy mi lehet. És itt már nagyon sokszor tök izgalmas, hogy megpróbál az ember felfedezni elfedett rétegeket. És azok jelenléte mennyire fontos mondjuk a művésznek, még akkor is, ha nem tudod azt, hogy nem tudja a szemlélő azt, hogy ez egy átfestett kép, vagy ez egy átdolgozott kép, vagy ez milyen folyamatokban esett át. És ez megint egy olyan dolog, ami nagyon, nagyon izgalmas tud lenni számomra, hogy ez a végeredmény, amit látunk. Te ismered azt, hogy ez mind ment keresztül, és hogy ez mennyire jön egyébként vissza, mennyire fedezhető fel egyes elfedett, de mégis néhol visszatörekvő alsó gesztusokból, formarendszerekből, színekből, akár az, hogy ez hogy építetted föl. Ez baromi izgalmas számomra. Válaszolhatok erre? Ezek a képek festészetileg, és itt most már ott tartunk, hogy a festésnek a festésnek, mint folyamatnak az átélése, micsoda. És én megmondom őszintén, hogy nekem a festés átélése az gyakorta fontosabb, mint a végeredmény. A festésnek a folyamata az egy tudatkihelyezés. Bizonyos értelemben, fizikai értelemben számomra elsősorban egy tánc. Tehát ennek van egy ritmusa, ugye ezek nagy festmények, tehát az ember kilométereket gyalogol előre-hátra, amíg elkészít egy ilyen képet. És valóban léjerekről van szó, de most, amit mondtál, annak kapcsán eszembe jutott a palimpszest jelenség, amit helyjel közel én is használok, tekintve, hogy be kell ismerjem, hogy ezek között a festmények között is van olyan, ami alatt már van egy korábbi festmény, amivel nem voltam teljesen megelégedve, és megpróbáltam javítani rajta, ami nem jött össze, és lett belőle egy teljesen más kép, viszont beépítettem bizonyos tónus egységeket a régi képből, és teljesen átértelmeztem, úgyhogy gyakorlatilag láthatatlanná tettem, de én magam tudom, hogy a festménynek a sugár terébe ez az alatta lévő elfedett önálló, szuverén festmény, ez belesugárzik, belejátszik. Tehát én ebben biztos vagyok, hogy nem így nézne ki a kép, és nem lenne ilyen hatás, hogyha nem lenne alatta, meg mögötte az az időbeli réteg, ami mondjuk egy évekkel ezelőtt készült festményt takar. Tehát ez a technikai része, meg hát ugye a festészeti kihívás, és hát onnan indult így a rétegekkel kapcsolatban, hogy én mélységet festek. Tehát erre rájöttem, hogy én a kép síkjából kifelé festek, meg hátrafelé festek. Tehát általában úgy kezdem a festményt, hogy mint ahogy a régi mesterek csinálták, és ennél jobb módszert erre a fajta látványélményre nem találtam. Tehát vagy grizály, azaz ilyen szürkés-zöldes középtónusból tolom befelé a mélyeket és húzom kifelé a világosokat, vagy pedig egy barokkos, amilyen enyhén vöröses terakottás alapra festek rá, amin nagyon szépen szólnak a hideg színek, hogyha átsugárzik alól ez a meleg tónus. Tehát ezek olyan kérdések, amik engem végtelenül izgatnak, a térszerűség megteremtésének a folyamata, tehát az ember itt valóban részese egyfajta teremtésnek, aktív részese a teremtésnek, és hát a kezek azok, most itt kénytelen vagyok egy ilyen filozófiai terminus technikust használni, a kezek számomra a subjektum in actu, tehát a cselekvő alany szimbólumai. Az arcok, azok a nyugvó szubjektum, tehát a mozdulatlan mozgatónak a szimbólumai. A mozdulatlan mozgató, az tulajdonképpen a hagyományos gondolati rendszereknek a világban megjelenő aktora, tehát mondhatni úgy is, hogy a vallási világképekben ő az Isten kép formájában jelenik meg, tehát ő valójában egy szubjektum, mozdulatlan szubjektum, aki által mozog minden.
És hát a kezeim azok a lények, akik akcionalitásban vannak, akik megteremtik a különféle létállapotokat, akár közös létállapotokat egyénekre bontva, akár egyedi létállapotokat, azokat számomra legalábbis egy számokban megjelenő kezek jelentik, de itt bizonyos kapcsolatok is vannak a kezek között. Tehát így formálódnak a különféle létmóduszok, és az egy ürügy, hogy én emberi formákat használok, ennek az emberi formák azok egy eszköz. Tehát nem cél, hanem eszköz, és a tudomásnak a különféle szintjei, a jelenlét intenzitásának a különféle szintjei, azok a témák, amiket szeretnék megjeleníteni, és ehhez én nem találtam jobb eszközt ezeknél az emberi morfológiai elemeknél, ami az arc meg a kéz. Nagyon érdekes egyébként, hogy mondod, ugye, hogyha azt mondod, hogy számodra ugye a festés maga az az önkifejezésnek egy ilyen jelentős szimbóluma, és Indiában pedig úgy tartják, hogy az agy és a kéz az, amelyik képes információkat tulajdonképpen eljuttatni bárhová, tehát hogy az univerzumon, a kozmoszon belül tulajdonképpen bárhová, és hogy a kezünk az, ami őrzi a szellem archetipusának a lenyomatait. És ennek a nyomán tulajdonképpen létre is hozza a mudra jogát, amikor a mudra jelentése, ugye tudjuk, hogy pecsét, jelölés, ilyen gesztus, amire fordítható, és olyan szimbolikus gesztusokat tartalmaz, amihez hasonlóakat látunk egyébként itt a kezeket ábrázoló képeken, és azt a célt szolgálják végülis, hogy a test energiáinak a helyes irányítását befolyásolják, tehát hogy a pszichoérzelmi állapotok változásait. Mennyire érzed te ezt visszaköszönni, amikor festesz? Tehát, hogy festés közben nyilván még számtalanszor átértékeled azt a gondolatot, vagy végig gondolod, végig futtatod, újra éled, amíg egy ilyen hatalmas méretű képet készülünk. Tehát én nem készítek vázlatokat a festményekhez. A kéznek a pozíciója megvan, tehát azt kitalálom, hagyok annyi szabadságot magamnak. Tehát egy kicsit megyünk is oda, mutassuk a nézőknek, ugye egy gyönyörű mozdulat van egyébként. Igen, hát ez teljesen egyértelmű szimbólum, tehát ezt azt hiszem, hogy nem kell magyarázni. Nyilván ennek a képnek az a címe, hogy axis, tehát ez tenger. Tehát ennek van egy gondolati, ez gyakorlatilag a világtengely. Ugye ezt a szimbólumot ismerjük a népmesékből, a magyar népmesékből is, de gyakorlatilag az összes hagyományban benne van. Általában egy fának a képében van, vagy egy szent hegynek a képében. És itt pedig ez tulajdonképpen egyszerre egy fa és egy óriási szikla, és ugyanakkor a kézformáját ölti, tehát teljesen mindegy, hogy mit ábrázol, ez a világtengely a számomra. Tehát a lentnek és a föntnek az összekapaszkodása, ami egy élménynek a következménye, nem egy... Tehát elsősorban én, nekem van egy bizonyosságom afelől, hogy a világ tudomás eredetű. Tehát a tudomás hozta létre a világot, és nem fordítva. Ez egy olyan dolog, amivel nyilvánvalóan lehet vitatkozni, akár filozófiai szinten, akár kultúrtörténeti szinten, de erre mondtam, hogy ez nálam élményből táplálkozik. Tehát én a tudomás különféle stációinak a megfestésével foglalatoskodom, és amikor beszélek, akkor is erről beszélek, mert ez személyes tapasztalásnak a következménye. Most kicsit elkanyarodtam, de visszatérve egy pillanatra a mudrákhoz, ez olyannyira igaz, amit mondtál, hogy ennek a festménysorozatnak kezdetben az volt a címe, hogy mudra. A kezek jogájáról van szó tulajdonképpen, azt kell mondani. Na most ehhez tudni kell, hogy a hagyományos mudrákból kb. 150 darab létezik. Ezek mintaszerű mudrák, amiknek specifikus funkciójuk van egyenként, de teljes módon megengedett az, hogy mindenki készítsen magának személyes mudrákat, gyakorlatilag korlátlan kézpozíciót használva.
amik, ahogy mondtad, elsősorban bizonyos energetizáló hatásról gyógyító módrák, de ugyanakkor olyan visszahatásuk is van, ami nem a fizikai testre irányul, tehát nem kimondottan ezeknek a, hogy is mondjam, ezoterikus energiáknak az áramlását szolgálja, hanem visszahatása van a szellemre. Gondoljunk az imára kulcsolt kézre, vagy, vagy például a krisztusi kéztartásra, ami nagyon sok hagyományos ábrázolásokban megjelenik. Ezek is valójában mutrák, szerint az elgoldadás szerint. Az újabb képeknél már elhagytam ezt a ciklus címet, mert úgy gondoltam, hogy a képek elkezdtek önálló életet élni, és nincs szükségük erre a támaszra, de valójában tényleg innen indult ki, tehát van egy ilyen szellemi mátára ezeknek. Ugye hát az arcok esetében nyilván ez egy teljesen másfajta dimenziót ölt. Az arcok, tehát ezeket már sokan látták, hogy nevezték különféle maszkoknak, állarcoknak, összefüggésbe hozták a Dionysos színháznak az állarcaival, amik megint csak ugye archetipusokat jelenítenek meg. Itt az a lényeg, hogy ezek az arcok a mozdulatlanságot, ahogy az előbb mondtam, ők a mozdulatlan jelenlétnek az ábrázolásai. Azok az arcok, akiknek a lelkünk szemléjai mögött a világ megformálódik. És ezek a kezek, az ő kezeik gyakorlatilag időben a megfestési során a kezekkel később kezdtem el foglalkozni, először az arcok jelentek meg. A kezeink azok most egy furcsa képzavarral élve olyan, mintha a lelkünk szemei táncolnának ezek a kezek, és ott alakítanák a világot. Formálnák, mint a mágus formája, az alkimista mágus, a szigetikus tudati fiaszból a teremtett világának a különféle lényeit, módozatait. Tehát kicsit bonyolultan fogalmaztam, de ez az egész egy álomszerű valóság, és az álomszerű valóságba bele lehet nyúlni akarati erővel, és az álmokba a kicsit nagyjá lehet tenni, a nagyot kicsivé, a föntit lenté, a lentit fönté, lásd a világtengely képlete, és miért ne tehetnék meg ugyanezt ezzel a világgal is, amit mi fizikai világnak érzékelünk. Nagyon szépen köszönöm, egyébként ez egy ilyen komoly kérdés volt bennem, amit itt az arcokra és a lehúnyt szemekről mondtál, mert hogy ugye egy ilyen szakrális tartalmi kiterjesztést hordoznak a képek, és a szem pedig egy jelentős spirituális szimbolikával bír. Tulajdonképpen a földönévén évekültúráival kivétel nélkül, és a szembeszegő tekintetet hiánya, hogy ugye a legnagyobb, de akkor így most már értem, hogy mi a törekvés, tehát hogy igazából a belül történik, tehát arra próbálsz utalni. Igen, meg hát ugye arról az, hogyha nyitva lenne a szemük, akkor ő nekik egyéniségük lenne. Nekik pedig nem kell, hogy egyéniségük legyen, mert ők minden egyéniség birtokosai. Tehát minden lehetőség birtokosai, tehát ő belőlük válnak ki később az egyének, akiknek már kifelé néző tekintetük van. Akkor számodra ellentmondás van, tehát hogy azt mondod, hogy akkor a szem nem a lélek tükre, hanem az egó tükre? Igen, bizonyos értelemben igen. Nagyon érdekes elgondolás egyébként, mert azért, hogyha belegondolunk, hogy ez az Isten szeme, Hórus szeme, a harmadik szem, tehát azért ezek úgy jelen az ég szeme, ezek jelen vannak. Ha teszünk egy érdekes, kicsit furcsa gondolati kísérletet, és megfordítjuk a látásnak a folyamatát, és azt mondjuk, hogy a szemen keresztül nem a külvilág jön befelé belénk, hanem a szemen keresztül vetítődik ki belőlünk a mi általunk teremtett világ. Képzeljük ezt fel egy pillanatra. Ezt könnyen el tudom képzelni egyébként, mert beszéltek az előnyhelyiség, és visszajönni ide, mert van itt egy nagyon-nagyon nevezetes szornak ebben a kiállításban, és ez a kép. Ugye két kéz
Az egyik teljesen, ugye mondhatjuk, hogy elnagyol, tehát, hogy igen, távolról kell ahhoz néznem, hogy kifejezetten kéznek lássam mondjuk itt ezt a részét. Ugyanakkor meg megjelenik rajta egy ilyen különleges fény. És ugye egyfajta ilyen előidejűséget érzek, amit itt már említettél is, és az amúgy most így eszünkbe jutott, ahogy mondtad, hogy a Bibliában is úgy van, hogy a teremtés történt, hogy először ugye mondja az Isten, hogy legyen világosság. Igen. És lesz világosság, és a napot csak utána teremti meg. Igen. Tehát ez mennyire érdekes, és nekem erről a képről az azért nem egyszer jutott már szembe. És most rá is erősítettél az imént. Így, hát én reméltem, hogy... Ő neki a történetéről valamit mondj meg, elképesztő. Ez, ennek a képnek az a címe, hogy jel. Tehát, ha nem lenne egy bizonyos negatív felhangja annak, hogy megjelölés, adott esetben ez érthető egy negatív felhangként, és akkor az lenne a címe. Tehát, hogy itt van egy jelölt, aki megkapja az impulzust. És a kéztartás az nem véletlenül ilyen, mert mint hogyha nem tudné, hogy éppen lefelé fordítja a kezét, vagy kifelé fordítja a kezét. Megmutatja el? Igen, tehát hogy van benne egy bizonytalanság, hogy most elfogadhatom-e, nem fogadom, bírni fogok-e vele, vagy nem. Most ahogy így mutatom, átmelegedett a tenyeremnek a közepén. És ez az érzés az, hogy ami megjelenik ebben a fényben. Most, hogyha ez a jelet hozó kéz, ami mondjuk vallási szempontból akár a Szentlélek is lehet, vagy az angyali üdvözletnek a szimbóluma is lehet egy másfajta kontextusban, hogyha ezt kiveszik a képből, ez a kép akkor is ugyanazt jelenti, mert az a jelölő pont, ez a kéz akár lehet, a jelet hozó kéz akár lehetne láthatatlan is. De akkor nem lenne festmény. Hát azért ennyire önzőnek kell lennem, hogy azt mondtam, hogy van egy érzés, amit szeretnék azokkal az exerszközökkel visszaadni, amik ennyire fizikai, testi formában vannak öntve. És itt világít, hogy valóban mennyire ürügy az emberi forma számomra, tehát egy hivatkozási alap, ami által hozzáférhetővé teszem azt az érzületet, reményeim szerint mások számára, mert hogy könnyebb belépni a képnek az erőterébe úgy, hogy ilyen majdnem absztrahált, de mégis teljesen antropomorf formák jelennek meg rajta. Rétegenként, időnként, alig fölismerhetetlenül, de másik pillanatban úgy tűnik, hogy teljesen valóságos. Tehát ez a szándékom. Ez egy jó kis festészeti kihívás. Itt, Paf, azért szeretném, hogy te is hozzászólnál, mert ugye van ez a kellene esetülébe annyira jelen. Ez egy nagyon-nagyon durva faktúrában, egy nagyon erőteljes faktúrában jelenik meg a fény. Ez viszont a te szakterületed, én itt fölteszem a kezemet, és megkérlek, hogy azért... Igen, én amikor rendeztük a kiállítást, akkor majdnem meg is fogta, mert annyira vonza be az embert, hogy nézed ezt a gyönyörű képet, és így keletkezik az általában egy fókuszpont. Ugye sokkal jobban kitüremkednek a festékrétegek, és ezzel erre a fényességre, erre a fókuszpontra ugye még jobban rá vezet az, hogy ez a sok réteg olaj, hogy megjelenik rajta, és sokkal erőteljesebben látszik az ecsetkezelés. Még akár ecset szört is talál benne az ember, hogy ennyire egyszerűen fogalmazzak. De hogy egyébként meg nagyon jó viszonyban működik a kettő együtt, hogy ez a lazúros ecsetkezelés, és ezek a vékonyabb, főleg a háttér rétegek, vagy ahogy te is említetted, hogy az a kéz, az mennyire vagy mennyivel kevésbé kidolgozott, mint a másik. Vagy nem tudom, hogy te melyikre utaltál, de számomra... Hát igen, a felsőre. Igen. Tehát az ilyen rétegű dolog. És kérdés egyébként, hogy a másik fényforrás az miért ilyen módon kicsit redukáltabban jelenik meg, legalábbis anyagösszefüggésben.
bennem felmerül a kérdés, és hogy ezáltal egyébként élénkebbé is válik ez a lenti, ami sokkal jobban kifejezi, ugye, de itt ebben benne van az egész kéz formájára utaló megfogalmazás is, hogy ez az ugye egy kevésbé lazúrosabban kezelt anyag összefüggésében minimalistában kidolgozott, így már túl fogalmazza. Nem, ez tudatos egyébként, tehát ez nem véletlen. Bevallom, hogy az volt erőteljesebb az a kicsi fény ott fent. Az nyilván nem véletlen, hogy ez hideg. Tehát ez egy hideg szín, és a szín környezetéből adódóan is. Ez amiatt van, ami az előbb mondtam, hogy a közelséggel és a távolsággal dolgozom, és azt a szektort hátra kellett nyomni. Tehát az nem jöhet elő. Igen, de egyébként ilyen szempontból is ez egy kuriózum, mondom, mert most próbáltam így hirtelen körülnézni meg az emlékeimet, hogy ilyen, ahogy az angol nyelv szépen fogalmaz, hogy rich in detail, tehát igen, hogy nagyon részletgazdag, és hogy anyagában nagyon összetett, hogy ez a többi képeden ennyire nem jelenik meg, és talán ez az egyetlen itt most a kiállításban, de mondd, ha van ilyen még máshol, ahol ennyire erőteljes a faktorolítása az anyagszerűsége, és ez a szépség, tehát hogy egyébként igen, tehát hogy nem lebecsülendő az egész kép, de hogy van ez a részlet, amit ha mondjuk fölnagyítanék, akkor egy teljesen más absztrahált valóságot tudna nyilván, de hogy mondjuk ebből a képből ezt nem kiemelni olyan elemként, ami a rész is az egész tekintetében egy izgalmas momentuma megint, de mondjuk egy kicsit elkanyarodtam azt hiszem a témától. Hozza őt ilyen fókuszba egyrészt, nem csak a szín hatás, a világossága, hanem hát ez egy klasszikus festészeti alapelv, hogy a sötét színeket, azokat vékonyan kell tartani, nem is tudom ki. Már most mondod ezt Papnak, aki egyébként... Igen. Én a sötét színeket is nagyon-nagyon-nagyon rétegesen értem. Igen, de most ez nyilván klasszikus festészet. Igen, igen. Én azokhoz a módszerekhez nyúltam vissza ezeknél a képeknél, mert ezt egyébként korábban teljesen más jellegű munkákat készítettem, és paklizva hatalmas faktúrákkal dolgoztam, de ahogy megjelentek ezek az arcok a festményeken, gyakorlatilag véletlenszerűen, onnantól kezdve ezek nem küldték el az ilyet. Muszáj volt előszedni ezeket a klasszikus módszereket, és hogyha mondjuk máshol is megjelennének hasonló súlyú faktúrák, akkor ez eléri végtelenítani. Mondom, volt ez is, hát nyilván ennyire faktúrás nem volt, de színében volt hasonló intenzitású, tehát világító erejű, csak hidegebb változatban, de ezt vissza kellett tompítanom, mert túlságosan előre jött, és teljesen megváltozott a képnek a jelentése. Tehát itt gyakorlatilag minimális tónus különbségek döntenek, meg egészen pici felületek, hogy most mekkora legyen ez. Tehát itt gyakorlatilag a nap és a hold kép is lehet értelmezni ezt a történetet, de tulajdonképpen nem ez a lényeg, hanem az, amit az imént mondtam. Tehát ez annak a hőfoka, annak az érintésnek, ami egy láthatatlanul jövő, de ezen a festményen egy egyszerű, megismételhetetlen módon láthatóvá vált érintésnek a következménye az, ami az embernek átfűti a tenyerét, és cselekvésbe sugárzik át utána a kéz. És az a fajta tartózkodó várakozás, kicsit meglepett, kicsit tudomásszerű kéztartás, számítottam az érkezésére, de mégis meglepett, hogy itt van. Elfogadhatom, nem fogadhatom el. Átmelegítette a kezem, és innentől kezdve cselekedni kell. Igen, ez a kép az erről szól. Tehát ezen a kézen egyébként inkább egy megillettődöttség is érezhető, hogy már összpontosul például a hüvelyk, hogy van az erő, mert hogy összetalálkoznak. De ez a kéz még az, még nem indult el, csak tudja, hogy majd tenni kell. Miközben abban van egy feszültség abban igen, a kézben. Igen. És hát megtámasztja a hüvelyk ujjat, tehát segít.
Tehát, hogy nem csak a fényt hozza, hanem az erőt is hozzá, hogy igen, használja. Megemeli, megtámasztja, hogy be tudjon nyúlni a dolgoknak a velejébe. Tehát ez egy jótékony beavatkozás, de erőteljes beavatkozás. Tehát ez egy markáns beavatkozás, ami merőben hasznos, tehát olyan, mint amikor az ember mondjuk jó szándékkal rendre utasítja a gyerekét, vagy mondjuk a szeretett kutyáját, vagy mit tudom. Tehát hogy nem tudom jobban elmondani, ez valóban a kulcsa ennek a képnek. Ez egy beavatás. Egyébként emlegetted ugye fönt azt a fényforrást, mindig egy ilyen kis ilyen fellegajtónak éreztem, mint amikor így, ugye, ahogy kijött az, a kéz, igen. És egy ilyen... Hát itt gyakorlatilag a semmiben nyitja ki a teret, mert hát ezért ez mégiscsak egy valósnak tűnő térkonstrukció, itt egy ilyen zuhogó, ott televényszerű, hogy is mondjam, eljedő tónusokkal megfestett világi tér van, még akkor is, hogyha nincsenek benne formák, de itt kihajlik ez a tér, és kinyílik egy helyre, ami nem tudom, hogy mi és hogy hol van. Ennek nincs helye. Annak nincs, tehát ez a kéz, ez onnan jött, ahol nincsenek helyek. Tehát onnan jött, ahonnan minden hely jön. És ő is onnan jött, és ez annak minden a jelképe. Igen, igen. Nagyon szépen köszönöm. Szimbólumok százai vesznek körbe minket minden pillanatban, és minél speciálisabb egy szimbólum, ahhoz, hogy jelentősége legyen, feltétel, hogy a közlő és a befogadó számára ugyanazt kell jelentenie. A visszatérő kulturális archetípusok pedig elménkbe vannak eltemetve, és ezeket megosztjuk, függetlenül időtől és tértől. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm, aki velünk tartott a mai impressziókban. Várunk titeket Facebook csatornánkon jövő héten, ugyanebben az időben, ugyanitt. Sziasztok!